amikor az első atombomba fejlesztése közben két világhírű tudós, Enrico Fermi és a magyar Szilárd Leo arról vitatkozott, hogy vajon miért nem látogattak meg még minket a Földön kívüliek, Fermi azzal érvelt, hogy bizonyára hozzánk képest egészen különleges képességeik vannak, úgyhogy egy annyira gyönyörű bolygót, mint ez, bizonyára már rég meglátogattak volna. Mire Szilárd Leo kiavította, hogy a Földön kívüliek bizony itt vannak, és úgy hívják őket, hogy a magyarok. 6 óra után 19 percen itt vagyunk, jó reggelt! Kétségtelen, hogy a magyarok között egészen magas támban vannak a rendkívüli képességű emberek, amit mi sem bizonyít jobban, hogy most, 2023-ban zsinorban nem egy, hanem egyből két Nobel-díjjal is jutalmaztak két magyar tudóst. Úgyhogy ennek apropóján utána jártunk, hogy a mi területünkön, a kriptopénzek világában vajon mekkora szerepe van a magyaroknak. Sziasztok, én György András vagyok, és ez a Kripto Akadémia Magyarok a Blokkláncon című külön kiadása. Kezdjük azokkal a magyarokkal, vagy magyar származású fejlesztőkkel, akiknek az egész kriptoipar megszületésében nagy szerepe volt, majd térjünk rá azokra a konkrét kriptoprojektekre, amikben ma is magyarok szerepelnek. Nick Szabó Az 56-os magyarok gyermekeként született Szabó egészen biztosan nagy név a kriptovilágban. Olyannyira, hogy sokan egyenesen úgy gondolták, hogy ő maga Satoshi. Bár ezt következetesen tagadja, az viszont kétségtelen, hogy a blokklánc technológia egyik úttörőjeként óriási szerepe volt. Olyannyira, hogy maga Szatosi is beszélt arról, hogy merített Szabó munkásságából. De nem ez az egyetlen érdeme Szabónak, emellett az okos szerződések úttörőjeként is tekintünk rá, tehát megkérdőjelezhetetlen, sőt, megkerülhetetlen a szerepem. Néhány évvel ezelőtt egy budapesti konferencián nekünk is volt szerencsénk találkozni velem. Persze apró szépséghiba, hogy Szabó már nem igazán beszél magyarul, de egyáltalán nem tagadja a származását. Listán következő szereplője László Hanyec, valószínűleg a legismertebb magyar a kriptóiparban. Ő az, aki laza 10.000 bitcoin fizetett a hőskorban azért, hogy valaki rendeljen számára két pizzát. Ez az összeg mára már felbecsülhetetlen lenne. De Hanyec nem bánja a történteket, elmondása szerint kifejezetten büszke arra, hogy részt vehetett nemcsak a bitcoin fejlesztésében, de a korai évek során a beindításában is. Hanyec ugyanis tényszerűen részt vett a fejlesztésben is. Satoshi közvetlen munkatársa volt, persze ő maga sem találkozott vele soha. Az viszont egészen biztos, hogy Satoshi főleg bakfixekkel, tehát hibajavítási munkákkal bízta meg. Szilágyi Péter a romániai Kolozs megyéből származik. Az Ethereum egyik nagyon fontos fejlesztője. Olyannyira, hogy az Isztambul névre keresztelt hard forkban meghatározó szerepe volt. De nem ez a szilági egyetlen érdeme, sok más, szintén nagyon fontos fejlesztésben is részt vett. De az egész kriptóiparban is elismeréssel beszélnek róla, hiszen néhány évvel ezelőtt ő volt az, aki szabályosan megmentette az Ethereum egyik konkurensét, az Avalancst. Történt ugyanis 2022. szeptemberében, hogy a jó 30 milliárd dollárra értékelt Avalanche hálózatában megjelent egy hiba, amit állítólag alig 200 ezer dollárnyi befektetéssel, nyilván kellő hozzáértéssel társulva ki lehetett volna használni. Szilágyi ezt felfedezte, és segített is a kikalapálásában. A Kriptoakadémián eddig közel 10 cikkben foglalkoztunk szilágyi munkásságával. Ha szeretnél róla többet tudni, keresd rá mindenképp. Mielőtt rátérnénk a magyar vonatkozású egyéb blokklánc projektekre, egy gyors szó a szponzorunktól. Most indul ugyanis a Kriptoakadémia és a Binance közös kereskedési versenye. Négy héten keresztül, minden héten, a legmagasabb kereskedési volument elérő kereskedőt több száz dollárral jutalmazzuk. A főnyeremény pedig egy LG UltraWide Monitor. Ahhoz, hogy részt vehess a versenyben, jelentkezned kell. Nézd meg a leírásban szereplő linket, nyisd meg a cikket, az onnan elérhető űrlapon pedig töltsd ki az adataidat, és kész. A legnagyobb nevek említése után térjünk rá azokra a konkrét blokklánc vagy kriptoprojektekre, amiket mind a mai napig magyarok csinálnak, vagy legalábbis magyarok kezdtek el. A d Hungary általános blokklánc fejlesztéssel foglalkozik, partnerük pedig a méltán a elismert olyást, Menza Hungarica. A Fortune X egy blokklánc alapú projekt, magyarok fejlesztik, a cél pedig egy blokklánc alapú hűségrendszer elkészítése. Külön előnyük, hogy a felhasználóknak még csak nem is kell tudniuk, hogy egy blokklánc alapú rendszerről van szó, Elég használni. A mémkoinok -ok kapcsán mindenki ítélje meg maga, hogy említést érdemelnek, vagy éppenséggel említést sem érdemelnek. Az viszont biztos, hogy van nem egy, nem két olyan mémkoin, ami az elmúlt néhány évben jelent meg, és magyarok állnak a háttérben. Az első és a legsikeresebb projekt a Vizsla Inu. Az árfolyam egykor szebb napokat látott, bár ez a piac java részére igaz. Ugyanakkor az is tény, hogy az elmúlt hónapok során, mintha egy picit éledezne az Inu árfolyama. A Vizsla Inu a marketing terén, legalábbis kripto vonatkozásban egészen ügyes munkát végzett. Több ezer tagjuk van a Facebook csoportban, és a Discordjuk sem tűnik teljesen halottnak, amikor készültem erre a videóra, 40 online tagot láttam. De azért összességében inkább elhagyatottnak tűnik a projekt. A Twitterjükön sem volt poszt legalább egy éve, és úgy általában az egész körül van egy hullaszag. Utólag visszatekintve úgy tűnik, hogy a Vizsla Inu megpróbálta meglovagolni a mémkoinok -ok hullámát, ez részben sikerült is, aztán hagyták az egészet lerohadni. Szintén magyar mémkoin próbálkozások, mint például a Puli Inu majd egy másik videó témáját képzik. Akikről viszont érdemes beszélnünk, az a magyar kripto széna két nagy öregje, a Tefood, illetve a Vido. Egy ideig a Tefood volt a legsikeresebb magyar kriptoprojekt. Egy picit a vicséhez hasonlatosan az élelmiszeriparban akarták meghonosítani a blokklánc alapú termékkövetést. Tehát egy logisztika, illetve ellátási látszélú projektről van szó. Viszont sajnos úgy tűnik, hogy az elmúlt két-három évet sok egyéb projekthez hasonlóan nekik sem sikerült túlélni. A Facebookon például legalább egy éve nem jelent meg semmiféle poszt. És ez úgy általában igaz a közösségi médiára. Bár a YouTube-on még néhány hónappal ezelőtt is megjelent egy-egy új content, de összességében ez a platform is elhagyatottnak tűnik. A videó pedig nem elsőként, és valószínűleg nem is utolsóként a YouTube babérjaira szeretett volna törni. Hogy ennek mennyi realitása van, azt mindenki ítélje meg magam. Az viszont biztos, hogy a Viddó és a Contentos és sokan mások is úgy gondolták, hogy érdemes lenne forradalmasítani a videó megosztó platformját, méghozzá természetesen a blokklánc technológián keresztül. A Viddóra is büszkék lehetünk egy ideig, hiszen egy szinte teljes egészében magyar csapatról van szó, azóta azonban nagyon úgy tűnik, hogy ők is mentek a sülyeztőben. Reméljük, nem sértődnek meg, de a szintén magyarok által indított CoronaCoin talán a Vizslainúval sorolható egy kategóriába. 2018-ban kezdték, akkor, amikor talán még el is lehetett hinni, hogy a semmiből, lehet sikeres kriptoprojektet indítani. Az ő esetükben viszont nem csak arról van szó, hogy a közösségi médiát régóta elhanyagolják, hanem egyenesen be is zárták az összes felületüket. Tehát a koronakoin sem nevezhető különösebb siker történetnek. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy a kezdet kezdetén valóban volt néhány óriási név, például László Hanyec vagy Nick Szabó, akikre mind a mai napig büszkék lehetünk. De amúgy per pillanat, Hiába kerestük, nem igazán találtuk azt a magyar kriptoprojektet, amíg most is sikeres, legalábbis még mindig talpon van. Viszont, hogy ne legyen ennyire borongós a vége, mégiscsak van egy üdítő kivétel. A kriptopiacon óriási szerepe van az úgynevezett információagregátoroknak. A legismertebb a CoinMarketCap, de szintén nagyon sikeres a CoinGecko is. Na ebbe a sorba illeszkedik a Wallet Investor, ami nagyon hasonló célt szolgál, és magyarok kezdték. Ráadásul a Wallet Investor több, mint egy egyszerű listázási oldal, híreket és mindenféle egyéb kontentet is kínálnak, természetesen csak kriptotémában. A Wallet Investor tehát per pillanat valószínűleg a legsikeresebb magyar kriptoprojekt, aminek a nemzetközi térben is sikerült megvetnie a lábát. Ha tudsz valamilyen kriptoprojektről, amiről nem számoltunk be, és még talpon vannak, sőt, lehetőleg sikeresek is, mindenképp mondd el egy komment formájában. Illetve ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, és nyomj egy lájkot. És persze köszönjük állandó támogatónknak, a medencemester technikának, akiknek köszönhetően immár bitcoin ellenében is vásárolhatunk medencét.